Ahhoz, hogy az alacsony föld körüli pályán keringő több ezer műholddal kommunikálhassunk, rádióantennákra van szükség. Az alig pár száz kilométeres magasságban keringő egységekhez nem kellenek brutális vevőantennák, a jelek könnyen foghatóak ilyen kis távolságból. De mi van, ha az űreszköz nem pár száz, de még csak nem is pár ezer vagy millió, hanem akár több milliárd kilométerre van, mint mondjuk a Voyager 1 űrszonda? Nos, a velük való kapcsolattartás érdekében alkották meg a Deep Space Network-öt, azaz a mélyűri hálózatot. De milyen antennákra van szükség a rendszerben, hány ilyen egység van a Földön és hol helyezkednek el? Szemeket az égre, indulunk! Ahhoz, hogy az űreszközökkel kommunikáljunk, rádió hullámokat kell alkalmaznunk. Az elektromágneses hullámok remekül terjednek a világűrben, és a légkörön is viszonylag zavartalanul képesek áthatolni. Az elv hasonló, mint a mobiltelefonok kommunikációjánál, nem is annyira bonyolult, kell egy adó és kell egy vevőegység. Az adóegység leadja a jelet egy antennán keresztül, ami elindul és megérkezik a vevőhöz. Ha a vevőegység megfelelő frekvencián pásztázza a bejövő jeleket, akkor érzékeli azokat, begyűjti, értelmezi, esetleg dekódolja, majd már is továbbíthatóak a megfelelő elemzők számítógépeihez. A világ első műholdján nem volt vevőegység. A Sputnik 1 kizárólag adatküldésre volt alkalmas, de az egyszerű szerkezet irányába nem is lett volna értelme adatokat küldeni. A közel 100 kg-os gömb 1 watt teljesítménnyel sugárzott 20, illetve 40 MHz-en. Ezt a frekvenciát a Föld bármely pontján rádióamatőrök is foghatták, sőt, fogták is szerte a világon. A műhold 1957-es felbocsátása után egy évvel Eisenhower megalapította a NASA-t, az amerikai űrhivatalt. A szervezet egyik első célja az volt, hogy a jövőben indított űreszközökkel történő zavartalan és folytonos rádió kapcsolat biztosításához antenna rendszer telepítsen a világ számos pontjára. Az elektromágneses hullámok úgy viselkednek, mint a látható fény, hiszen ugyanarról a jelenségről van szó, csupán a hullám frekvenciája más. Míg a látható fény hullámhossza 380 és 750 nanométer közé esik, addig a rádió hullámoké a méterestől a több kilométeres hosszúságig is terjedhet. Mivel a fény sebessége állandó, ezért kiszámítható, hogy melyik hullámhoz másodpercenként hány hullámot jelent. A rádió hullámok néhány herctől a több gigahercig terjednek. A közszolgálati rádiócsatornák például a párszor 10 MHz-es frekvencián működnek a Föld felszínén. Nyugi, nem szeretnék elmerülni a részletekbe, talán csak egy másik epizódnál, ezért most nem a kommunikáció módjáról lesz szó, hanem az ezekhez szükséges eszközökről és infrastruktúráról. A rádió hullámmal való kommunikáció lényege a rálátás. Akár csak az emberi szem számára látható fény esetében, ha valamilyen szilárd test kerül az adó és a vevőeszköz közé, akkor a fény nem jut el a detektorokhoz. Ugyanez van a rádióhullámoknál is, bár vannak olyan esetek, amikor így is át tudnak hatolni, gondoljunk csak a wifi rútereinkre, melyek egy szoba falán keresztül is képesek a jeleket továbbítani. Viszont ez már nyilván nem működne egy bolygó vagy egy másik égites zavaró árnyékolásánál. Tehát az első alacsony föld körüli pályán keringő műholdak jeleit csak akkor tudták a földi antennákkal fogni, ha azok tökéletesen ráláttak az égen suhanó űreszközre. Mivel az alacsony föld körüli pályán legalább 25 ezer km per órás sebességgel keringenek az egységek, egy antenna a felszínen csupán néhány percig képes fogadni a jeleket, azt is csak úgy, ha az antennát folyamatosan a céltárgy felé pozícionálják. Ahhoz, hogy egy állandóan mérő űrszonda jeleit feldolgozhassuk, két választásunk van. Vagy folyamatosan, valós időben dolgozzuk fel az adatokat, vagy az űreszköz elmenti a mért értékeket, amiket akkor továbbít egyben a Földre, amikor arra lehetősége van a pozíciójának köszönhetően.
Ez utóbbihoz szükségszerű egy adattároló, aminek azonban véges a kapacitása. Továbbá szükség van nagy sávszélességre is, hogy a sok adatot minél gyorsabban küldhesse tovább, de ehhez kellenek nagy teljesítményű sugárzók, amikhez viszont szintén nagy teljesítményű antennákra és persze akkumulátorokra van szükség. Ezek mind plusz tömeget jelentenek, amiket a szondákra telepített detektorok kárára telepíthetnek az űreszközre. Épp emiatt a tudósok inkább arra koncentráltak, hogy az eszközökkel folyamatos kapcsolat legyen fenntartható. Annak érdekében, hogy az űreszközökkel folyamatos, vagy legalább közel folyamatos kapcsolatban lehessenek a mérnökök, több földi antenna telepítésére volt szükség. Az 1950-es években már meg is kezdték a MicroLAC antenna hálózat kiterjesztését a világ több pontján is. Így épült antenna Afrikában és Ázsiában is az Egyesült Államokban található állomány kibővítéseként. Ezeknek a telepített állomásoknak és a más országokkal való egyezményeknek köszönhetően az első amerikai emberes küldetéseknél már lehetőség volt a Föld több pontján is kapcsolatba lépni a személyzettel. Igaz, ekkor még csak álom volt a valódi, folyamatos összeköttetés. A Mercury irányítóteremben jól látható az űrhajó tervezett útvonala, amin hatalmas karikák jelzik, hogy mely területeken belül képes kapcsolatba lépni velük egy-egy földi antenna. Bár egyre több ilyen antennát fogtak munkára az 1960-as években, a teljes lefedettség még a Gemini programnál sem volt biztosított. Ez azt jelentette, hogy a kétszemélyes Gemini űrhajók a keringésük során többször kerültek olyan övezetbe, ahonnan képtelenek voltak kommunikálni az amerikai űrhivatal dolgozóival. Ezek a területek jól be voltak határolva, nem érte meglepetésként a személyzetet, szinte másodpercre pontosan tudták, mikor hallgat el a rádió, és mikor érdemes újra üzenetet küldeni a központ számára. Érdekesség, hogy 1966-ban a Gemini 8 küldetésnél, amikor Neil Armstrong először repült a világűrbe, az volt a feladatuk, hogy végrehajtsák a világ első dokkolását. A személyzet nélküli Agena céltárgyat megközelítve végig kapcsolatban voltak a Houstonban található irányítóközponttal, még a dokkolás pillanataiban is rendelkezésre álltak a telemetriai adatok a mérnökök számára a központ monitorjain. Ám a dokkolás után nem sokkal kirepültek a telepített földi antenna látómezejéből, és a személyzet magára maradva került olyan közel a halálhoz, mint előttük nem sokan az űrtörténelem során. A Gemini 8 bár hibátlanul dokkolt, a művelet közben egy fúvóka meghibásodott, és folyamatos üzemanyag égetésbe kezdett. Emiatt az űrhajó a rácsatlakozott céltárgyal együtt forgásba kezdett. Az űrhajósok észlelték az anomáliát és próbálták megkeresni a hiba okát, hogy elhárítsák azt. A műszerek azonban azt jelezték, hogy minden megfelelően működik. A forgás egyre fokozódott, de mindenről az amerikai űrhivatal mit sem tudott. Az utolsó információjuk az volt, hogy Armstrongék sikeresen végrehajtották a világ első dokkolását, amivel végre egy valódi elsőséget tudhattak magukénak a folyamatos szovjet győzelmek után. Mivel a két űrhajós úgy látta, hogy nincsen hiba a rendszerben, arra a következtetésre jutottak, hogy az Agena pozícionáló hajtóművei okozzák a forgást. Emiatt úgy döntöttek, hogy lecsatlakoznak a céltárgyról. Az ablakba kihelyezett kamera végig rögzítette a történelmi eseményeket, amin jól látható, hogy a lecsatlakozás után azonnal fokozódni kezdett a forgás sebessége. Hamar rájöttek, hogy nem is a céltárgyal volt gond, hanem a saját űrhajójukkal. A forgás egészen a másodpercenkénti egy fordulatig erősödött, ami rendkívül veszélyes volt. Hiszen az űrben hiába van súlytalanság, a centrifugális erők ugyanúgy hatnak minden forgóeszközre, így az űrhajósok is hatalmas erővel préselődtek a székükbe, míg nem Dave Scott saját elmondása szerint közel került ahhoz, hogy elveszítse az eszméletét. Csak ekkor sikerült újra kapcsolatba lépniük az irányítással. Neil minden szabályozó rendszert újraindított, de ezzel sem tudta lelassítani a forgást, ezért radikális döntést kellett hoznia. Bekapcsolta a visszatéréshez szánt pozícionáló rendszert, ami bevált és pár perc alatt kezelhető sebességűre csökkentette a forgás intenzitását.
Végül a küldetést idő előtt meg kellett szakítani, de a két űrhajós túlélte, és később mindketten sétálhattak a Hold felszínén is. Azonban mivel nem volt telemetriai kommunikáció az incidens során, ha Neil nem talált volna gyors megoldást a bajra, biztosan odavesztek volna, ami a tragikus veszteség mellett évekkel hátráltatta volna a Hold programot is. Márpedig az Apollo programhoz új technológiára volt szükség, olyan eszközökre, amelyek képesek kommunikálni nem csak a pár száz kilométerre keringő űreszközökkel, hanem a több százezer kilométerre lévő Holdhoz irányított járművekkel is. Mivel az elektromágneses rádióhullámok hasonlóan viselkednek, mint a látható fény, felfoghatjuk úgy is, mintha egy lámpa fényét kéne detektálni a távolból. Ahhoz, hogy meglássuk, vagy erősebb lámpára, vagy nagyobb teleszkópra van szükségünk. Helyzetünkben az erősebb lámpa egy nagyobb teljesítményű jeladót jelent, de ez, ahogy már korábban is mondtam, nagyobb méretet, nagyobb tömeget és persze nagyobb teljesítményt igényel. Ezért jobb megoldás, ha a teleszkópok méreteit növeljük meg, amivel így a gyengébb rádióhullámok is detektálhatóak. Ennek érdekében épült meg a mélyűri hálózat, azaz a Deep Space Network, amit a NASA és olykor az Európai űrhivatal is használ a mélyűri eszközökkel való kommunikációkhoz. Nem csak az Apollo programban, de a különböző bolygókhoz küldött mélyűri szondáknál is feltétel volt, hogy folyamatos kapcsolatot tudjanak létesíteni az eszközökkel. Egy hintamanővernél, vagy éppen egy landolásnál elengedhetetlen, hogy az adatok folyamatosan begyűjthetőek legyenek. Ennek érdekében úgy alakították ki a hálózatot, hogy az antennák olyan pontokon helyezkedjenek el, melyek körbe fogják az egész bolygónkat. Ehhez mindössze három állomásra volt szükség, amik a horizonttól horizontig belátják a felettük lévő űrt, és egymáshoz viszonyítva körülbelül 120 fokos szöget zárnak be. Az egyik Amerikában, a kaliforniai félszigeten, a másik Európában, Spanyolország területén, a harmadik pedig Ausztráliában, Canberra közelében épült ki. Az egyes bázisokon építettek egy hatalmas, 60 méter átmérőjű tárnyérral rendelkező parabola antennát és több egyenként 26 méter átmérőjű egységet is. A parabola antennák épp úgy működnek, mint a műholdas TV adást fogó otthoni parabola antennák. A lényege, hogy a párhuzamosan érkező jeleket egy nagy felület összegyűjti, és minden beérkező nyalábot egy detektorra összpontosít. Így a gyengébb jel is érzékelhetőbbé válik, mintha a gyűjtő felület nélkül keresnénk. Így működnek egyes napkollektorok is, melyek a beérkező napfényt egy pontra fókuszálják, ahol így hatalmas mennyiségű infrafény, azaz hő keletkezik. Később a 26 méteres antennákat 34 méteresre bővítették, ahogy a 60 méteres antennákat 70 méteresre. Higgyétek el, hogy brutális méretekről van szó. Egy 10 emeletes panelház alig több mint 30 méter magas, egy ilyen óriás pedig legalább a kétszerese. Ám az antenna hálózat nem kizárólag a kommunikációban vesz részt. Bár a legfontosabb feladata kétségtelenül a bolygóközi térből érkező jelek fogadása, de az antennák képesek jelek küldésére is, melyekkel vezérelhetőek vagy utasíthatóak az egyes űrszondák. Ezen felül alkalmasak rádiometrikus követésre, ami annyit tesz, hogy a rádióhullámok Doppler hatását vizsgálva rendkívül pontosan ki tudják számítani egy űreszköz helyzetét, mozgási irányát és gyorsulását is. A mélyűri hálózat továbbá képes távoli rádióforrások, például kvazárok megfigyelésére is, ahogy más rádiócsillagászati feladatokra is bevethetőek. Persze minden begyűjtött adatot valós időben tudnak továbbítani a megfelelő irodák felé. Az antennák egyszerre több jármű jeleit is képesek fogadni, és erre szükség is van, hiszen a Marson és a bolygó körül jelenleg körülbelül egy tucat űrszonda küld jeleket a Föld irányába. Azonban innen egyszerre mindig csak egy űreszköznek küldenek jeleket, ugyanis ha egy időben több egységgel lépnének kapcsolatba, az interferencia miatt a szignálok sokkal gyengébb hatásokkal indulnának el a cél felé, aminek a vége az lenne, hogy egyik űreszköz sem lenne képes fogadni őket. Egyébként a hálózatot nem csak az amerikai állam használja. Kommunikáltak már a parabolákon keresztül orosz, japán, indiai, koreai és több európai űreszközzel is.
A különböző megállapodások értelmében az egyes űrhivatalok megosztják az antenna kapacitásukat egymással, így olyan plusz adatok vételére lesznek alkalmasak, amiket a megállapodás nélkül nem tudnának fogadni. Több tucat szondánk van már a mélyűrben, és például a Voyager szondákkal kizárólag ezek a 70 méteres tányérral felszerelt eszközök képesek kommunikálni. Viszont ez azt eredményezi, hogy a bejövő adatokat csak akkor tudják feldolgozni, ha nem indítunk több mélyűri küldetést, vagy ha bővítik a telepített antennák számát. Mivel folyamatosan terveznek és építenek újabbnál újabb bolygókutató szondákat, ezért nyilvánvalóan az antennák korszerűsítése és bővítése lesz a kedvezőbb megoldás. De hosszú távon már más terveket dédelgetnek a mérnökök. Az elkövetkező 10-20 évben szeretnék a bolygóközi szondák kommunikációját a rádióhullámokról a látható fényspektrumára tolni. Ez azt jelenti, hogy a kommunikációt optikai eszközökkel, leginkább lézerekkel fogják kivitelezni. A koncepció lényegi része ugyanaz, mint a napjainkban is használatos optikai kábeleknél. A jeladó hatalmas frekvencián adja le a fényjeleket, amelyek áthaladnak egy üvegszálon egészen a vevőegységig, ami a beérkező villogást használható adatokká alakítja. A mély űri kommunikációban ugyanezt az elvet használnák, persze üvegszálas kábelek nélkül. Ha kiépülne egy ilyen rendszer, akkor sokkal nagyobb sávszélességben és egyszerre sokkal több eszközzel lennének képesek kommunikálni. Igen ám, de a légkörön nehezen vagy egyáltalán nem jut át fény, ha mondjuk egy sötét felhős időjárási jelenséggel van dolgunk. Éppen emiatt az a hosszú távú terv, hogy mélyűri jelek vételére alkalmas műholdakat állítanak alacsony földkörüli pályára, amik detektálni tudják a jeleket időjárási viszonyoktól függetlenül. Ezeket a jeleket pedig vagy a rádióhullámokkal továbbítanák a Földre, vagy jólátási viszonyok esetén akár szintén optikai eszközökkel. Ez még a távoli jövő, de az eszközöket már napjainkban is tesztelik, és egészen biztos, hogy egyszer át kell majd állnunk majd erre a megoldásra. Igen ám, de mit csináljon az az űreszköz, ami már évek óta sodródik a világegyetemben ilyen optikai kommunikációs műszer nélkül? Nos, az az igazság, hogy a velük való kommunikációhoz meg kell tartanunk a nagyméretű parabola antennákat is, de sajnos lassan meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a Voyager szondák nem sokára már nem lesznek képesek annyi energiát termelni, amivel rádiójeleket tudnak küldeni a Földre. A számítások alapján pár éven belül sajnos végleg el fognak hallgatni, így a 10-20 év múlva esedékes optikai átállás őket már nem fogja érinteni. A mélyűri hálózat aktuális forgalmát bárki megnézheti élőben egy vizualizáció segítségével, aminek a linkjét megtaláljátok a leírásban. A weblapon láthatóak a három helyszín aktív antennái, és még az is, hogy az adott pillanatban melyik eszközzel kommunikálnak. Sőt, azt is megfigyelhetitek, hogy a jeleket épp fogadja, netán küldi a műszer, vagy esetleg két irányú a kommunikáció. Persze magukat az adatokat nem jelenítik meg, azokat mindig csak a küldetést irányító szervezetek kapják meg valós időben, de magát a kommunikációt remekül szemléltetik az ábrák. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért!